Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Holtágak rehabilitációja. 50 milliárd forintból tennék rendbe a Duna leválasztott szakaszait. Átadó Kisszékelyben 53 millió forintot meghaladó beruházás készült el a településen. Itt az ideje lecserélni a nyári gumit. Elkezdhetjük felkészíteni az autókat télre. Adventi nyitott ablakok. Különleges karácsonyváró mozgalom indul el néhány napon belül Szekszárdon. Ötven milliárd forintból tudnák rendbehozni a faddi, tolnai és bogyisztói holtágakat, amivel nem csak az élővilág menekülhetne meg, de a települések is profitálhatnának a vizek rehabilitációjából. Legnagyobb veszélyben a bogyisztói szakasz van, ezért is lenne fontos minél előbb cselekedni. Lassan már Faddon sem lesz szükség csónakra ahhoz, hogy átkeljenek a túlsó partra. Bár a Duna leválasztott Tolna megyei szakaszai közül legkevésbé látványosan talán ezt viselte meg az elmúlt év aszályos időjárása, így sincs minden rendben. Azonban az idén elkészült egy rehabilitációs tervezet a faddi, tolnai és bogyiszlói holtág megmentésére. Ugye ez a három holtág rehabilitáció, ez a jelenlegi áron, 2022-es áron, ez bruttó 50 milliárd forintról beszélünk. Ezért azzal is tisztában vagyunk mindhárman polgármesterén, azt gondolom, hogy ez egy hosszú munka lesz, előkészítő munka, hosszú lobby tevékenység. Bordács József azt is hozzátette, a települések jövőjének szempontjából létfontosságú, hogy ez a beruházás megvalósuljon, hiszen nem csak az élővilágot mentenék meg vele, de fellendülhetne a víziturizmus, és a mezőgazdaságban dolgozók is profitálhatnának belőle. A legnagyobb veszélyben azonban most a bogyiszlói holtág van. A mi holtágunk a leginkább kitett olyan szempontból, hogy ugyan pusztán csak 3 kilométerre van a Dunától, de olyan vízpótlási lehetőség van egyelőre, amely csak akkor tud működni, hogyha a Dunán egy megfelelő magasságú és megfelelő tartóságú árhullám vonul le, ekkor bírunk a bogyiszlói főcsatornán keresztül vizet pótolni a mi holtágunkba. Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlődéséért felelős kormánybiztos, a polgármesterekkel való egyeztetés után úgy nyilatkozott, nagyobb hangsúlyt kell fordítani a vízgazdálkodásra, mint azt eddig tették. Olyan festői helyeket láttam, amit halálos vétek lenne veszni, hagyni, ha csak és kizárólag a turisztikai hasznosítást nézni. De ezen túl ugye kiemelkedő a kajakkenupája, ami sportot, élsportot szolgál, és hogyha kellő mennyiségű vizet tudunk tárolni huzamosabb ideig, akkor az a fajta öntözéses gazdálkodás, ami a 80-as években, kimondani is szörnyű, hogy milyen rég volt, de virágkorát élte, akkor az visszajöhet. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, az élővilág megmentése, a turisztika fellendítése és a vízgazdálkodás az a három láb, amin áll ez a projekt, és mindent megtesznek majd, hogy megvalósuljanak ezek az elképzelések. Összességében ezen hármasnak az együttes megléte szükséges ahhoz, és úgy néz ki, hogy ebben a víztározó és a mezőgazdaság hasznosítás az, ami célszerű lenne, és ezért rövid távon a Paks egyel kezdünk el egy kezdeményezést, hogy rövid távon hogy tudunk vízutánpótlást tenni. Tehát nincs egy jó megoldás, hanem több megoldást kell párhuzamosan futtatni, és ebből lehet rövid távú, középtávú és hosszú távú megoldás. Az egyeztetés során a Dél-Dunántúli régió fejlődéséért felelős kormánybiztos ígéretet tett a polgármestereknek arra, hogy a nyáron elkészült rehabilitációs tervezet a kormány elé kerül majd. Jogerőre emelkedett a szekszárdi időközi önkormányzati választás eredménye, így hivatalosan is Szollár Zoltán, a Fidesz-KDNP korábbi jelöltje lett a közgyűlés új tagja. Szollár Zoltán közel a szavazatok 60%-át szerezte meg a voksolóktól. 162 szekszárdi rászoruló vehette át a napokban a közgyűlés által megszavazott 120 ezer forintos szociális jellegű tűzifa támogatást készpénzben, közölte Ács Rezső polgármester a Facebook oldalán. A korábbi 2 köbméter helyett a Magyarország kormánya által meghirdetett tűzifa program keretében most akár 6 erdei köbméter lágy lombos vagy 4 erdei köbméter kemény lombos alapanyagot vásárolhatnak a támogatottak.
53 millió forintot meghaladó beruházást adtak át Kisszékelyben. A település polgármesteri hivatala és óvodája újult meg a Toppos, illetve Magyar Falu programon elnyert összegből. Az épületek energetikai korszerűsítése kapcsán nyílászárókat cseréltek, födém és homlokzati szigetelést kaptak az épületek. A karbantartó részleg, géppark, a közmunkaprogramoknak a bázisa. A kisszékelyi polgármester azokat a beruházásokat sorolja, amelyek 2 pályázati forrásból valósultak meg a hivatal épületének felújítása kapcsán. Az 1900-as évek elején épült ház az elmúlt évtizedekben csak kisebb karbantartó munkálatokon esett át. Ez egy 2018-as pályázat volt, és tavaly évben kezdődtek el a munkák a tavasszal, és egy közel másfél éves munkálatok folytak itt. És hát ebből a pályázatból valósult meg a polgármesteri hivatalnak és a régi óvodaépületnek a hőszigetelése, a nyílászárók cseréje. A Topos és a Magyar Falu program forrásainak köszönhetően a kívülről is látványos változások mellett a polgármesteri hivatal belső tere is teljesen megújult. Emellett egy napelemes rendszert szereltek az épület tetejére. Az ünnepélyes átadón Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Süli János azt mondta, a körzetében számos hivatal és oktatási intézmény újult meg a közelmúltban. Azt is hangsúlyozta, ahogy forrás adódik, a település bekötő útjának állapotán is javítanak. Sok utat megújítottunk a régióba, alapvetően a paksi ráhordás, hogy a erőmépítés kapcsán minél több környékbeli településre tudjunk odavinni munkavállalókat, ezért az utak felújítása megtörtént. Egy pár út felújítása maradt még el a programból, ebbe a itteni bekötő út is ugye tervbe szerepel. A kisszékelyi polgármesteri hivatal ezután 21. századi körülményeknek megfelelő környezettel várja a hozzájuk betérőket. 2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja. Ekkor az így világra jött csecsemők életét vívott küzdelemre hívják fel a figyelmet, és azt a hitet is szeretnék erősíteni, hogy ma már a koraszülöttekből is lehetnek egészséges felnőttek. A WHO meghatározása szerint a 37. hét előtti szülések koraszülésnek számítanak. A jelenség okát általában nem ismerjük. Gyakrabban fordul elő viszont szegény, alacsonyan képzett, rosszul táplált vagy beteges nők között, illetve olyanok, akiknek kezeletlen betegségük vagy fertőzésük van a terhesség alatt. Magyarországon évente mintegy 8000 gyerek jön koraszülöttként a világra, ezzel hazánk a középmezőnyben van. Gumiabroncs, ablaktörlő, fagyálló és hűtőfolyadék. Csak néhány példa arra, amiket a sofőröknek javasolt kicserélni, ellenőrizni, mielőtt megérkezik a hideg idő. A Tolnai Antal Szervisz tulajdonosa szerint nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést, hiszen például a csúszós, jeges úton egy téli gumival felszerelt autó már 20%-kal rövidebb fékúton áll meg a nyárihoz képest. Az idei ősz az előző évekhez képest enyhébbnek bizonyul, a reggeli fagyok sem érkeztek még meg, ennek ellenére nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autók felkészítését a térre. Szakemberek szerint, ha a napi átlag hőmérséklet tartósan 7 fok alá süllyed, akkor eljött az ideje, hogy lecseréljék a nyári gumit a téli változataikra. Így nem árt előre gondolkodni, és már most időpontot kérni, mondja Antal Zoltán, a Tolnai Antal Szervisz tulajdonosa. Szerintem folyamatosan át kell szerelni, mihelyt megjönnek az őszi idők, és akkor nem éri meglepetés ugye az embereket. Jó, hát ugye nem csak a gumiról kell itt azért beszélni, téli felkészítés azért a láthatóságról is beszél, hogy ugye az embereknek akár a szélvédőt mosoljuk, az is legyen ugye felfagyározva, ne csak az legyen, hogy hát a nyáriba próbálunk ugye télen egy reggeli párát lemosni a szélvédőről. Az ablaktörlő gumik állapotára is oda kell figyelni, érdemes azokat 2 évente cserélni, illetve a fagyálló és motorhűtő folyadékot is tanácsos megmérettetni, feljavítatni a szervizekben. Hozzátartozik ehhez ugyanúgy még a fényszórók, fényszóró állapota, hova világít, merre világít. Ugye korán sötétedik, ugye későn van világos, elég sokat megyünk, ugye, vagy ilyen félhomályba, hát ugye a láthatóság nagyon fontos ilyen szempontból.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a téli autózásban a megfelelő abroncs. A féktávolság ugyanis nem azonos. A csúszós jeges úton egy téli gumival felszerelt autó már 20%-kal rövidebb fékúton áll meg a nyárihoz képest. Az előző héten országszerte 4431 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta 2.157.995-re nőtt az azonosított betegek száma, közölte a múlt heti összesített adatok alapján szerdán a koronavírus.gov.hu. A kormányzati portálon azt írták, meghalt 73, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48.184-re emelkedett. A gyógyultak száma 2.091.278, az aktív fertőzötteké 18.533. Jelenleg 749 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen. Különleges karácsonyváró mozgalom indul el néhány napon belül Szekszárdon. Az ötletgazda 6. éve buzdítja arra a helyieket, hogy advent idején díszítsék fel az utcafrontra néző ablakaikat az ünnepi hangulatnak megfelelően. A kezdeményezéshez idén eddig már több tucatnyian csatlakoztak. Itt ugye ők az ötös, és ezt jelképezi ugye többféle a kirakatban lévő dolog is, tehát nem csak a szám, hanem például itt 5 lámpást tettek pont ide mögé. Az egyik már feldíszített ablakot mutatja Janó Attiláné. A szekszárdi hitoktató 6 éve hívta illetve az adventi nyitott ablakok nevű mozgalmat. Azóta minden év végének a közelettével arra kéri a helyeket, hogy az ünnepvárásnak megfelelő módon díszítsék fel az utcafrontra néző ablakaikat, és az előzetes egyeztetés követően helyezzenek el egy-egy számot ott, mint az adventi kalendáriumokban szokás. Előzetesen megbeszéljük, megegyezünk abban, hogy ki melyik napot választja, és hogy melyik szám tartozik ahhoz. Ez azért lényeges, mert ez nem egy ablaknyitogató játék, ez nem egy verseny, ablakverseny, hanem mi határozottan adventhez illeszkedünk ezzel a megmozdulással. Vagyis advent első napja ebben az évben november 27-ére esik, tehát az első ablak november 27-én fog elkészülni, vagy megnyílni. Ezt követően pedig a helyiek egy-egy a városban eltöltött séta során megkeresedik az éppen aktuális napot jelölő számot. A kezdeményezéshez évről évre többen csatlakoznak. A polgármesteri hivatal munkatársai például már 6. esztendeje díszítik fel az ablakaikat. Ebben az évben eddig 35 család jelentkezett a mai napig a felhívásra, akik vállalták azt, hogy adott időre elkészítik az adventi ablakokat, illetve 27 intézmény vállalta ugyanezt. A szekszárdi nyitott adventi ablakok nevű akcióra a kezdeményezés azonos nevű Facebook oldalán lehet jelentkezni, illetve Janó Attilánét megkeresve akár online is csatlakozhatnak az ünnepvárásra készülődők. Regionális híreink következnek. Csábító műszaki lehetőségek. Pályaválasztási rendezvényt tartottak Pécsen. Marad a pécsi villamos. Sikerült megtartani, de költözik más helyszínre. Konferencia a magyar termőföldek állapotáról. Kaposváron találkoztak a szakemberek. Hőkamerák, műszersimogató, számtalan kézzel fogható eszköz, kipróbálható gyakorlati feladat, műszaki pályára hangoló élő show. A Mi a Pálya műszaki pályaválasztó fesztiválon olyan szakterületekkel elektrotechnika, elektronika, gépészet, épületgépészet, távközlés, informatika, vegyipar ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok, amelyek az okos és fenntartható megoldásokat, innovációkat alkalmazó jövővilágát is működtetik majd. Az országos rendezvény sorozat pécsi állomásának a Gandhi Gimnázium adott otthont. Ajándéklabdákat dobnak a gyerekeknek az EON munkatársai a Mi a Pálya elnevezésű műszaki pályaválasztó rendezvény pécsi állomásán. Az általános iskolás gyerekeknek mutatták be itt, milyen szakmák közül választhatnak a tovább tanulás során. Szakmát mindenképpen, és utána meg majd eldől. Válaszolt ez a lány arra a kérdésre, hogy mit szeretne tanulni az általános iskola befejezése után. Az EON-nál azt mondják, ott
kell lenniük a döntés pillanatában, hogy a tehetséges gyerekek majd náluk dolgozzanak szakemberekként. Ezért vesznek részt ezen az eseményen is. Már a képzésüknél jelen kell lennünk, úgyhogy ennek szellemében az EON a duális képzésben jelen van a középfokú és a felsőfokú képzésben is. Itt most a Mi a Pálya programon szeretnénk a pályakezdő fiataloknak megmutatni, hogy milyen izgalmas világ az, ami az energetikában várhat rájuk, hogyha ezt a szakmát választják. Az a célunk, hogy olyan élményeket mutassunk nekik, amivel tényleg ki tudják próbálni, hogy a valóságban milyen eszközökkel fognak majd dolgozni, milyen kihívásokra számíthatnak. Az országos rendezvénysorozatot minden évben megtartják, bár a Covid miatt ki kellett hagyniuk egy évet. Céljuk, hogy élményeken át ismertessék meg a fiatalokat a műszaki szakmákkal. A cégekkel együtt mutassuk meg a műszaki pályák világát a gyerekeknek, próbáljuk ebbe az irányba orientálni őket, illetve segítsünk a pályaválasztásban. Egy év valóban kimaradt, Budapesten indult 2015-ben, következő évben folyamatosan volt Pécsen is ez a rendezvény, élmény alapon, tehát próbáljuk segíteni a gyerekeket, megmutatni a szakmák, az ágazatoknak a szépségét. Ha kedvet kapnak, az a nyert ügyünk van. Pécsett a Gandhi tornacsarnokában több mint 10 cég, a helyi szakképzőiskolák, a helyi iparkamara is részt vett az eseményen. Összesen 1200 általános iskolás regisztrált a Mi a Pálya műszaki pályaválasztó rendezvényre a Baranyai megyeszékhelyen. Kedvező fordulatot vett a pécsi villamos ügye. November elején még arról lehetett hallani, hogy el kell szállítani a járművet a Baranyai megyeszékhelyről. November közepén a járművet működtető egyesület közölte, önkormányzati segítséggel maradhat a városban a villamoskocsi. A pécsi villamost fotózza ez a nő a Ferencesek utcájában, azonban erre már nem sokáig lesz lehetőség, így gondolták még november elején. Az a hír járta a városban, hogy elszállítják a Baranyai megyeszékhelyről a villamoskocsit. Pécsi térsége közlekedésért egyesület nagyon ügyesen megszerezte ezt a városnak úgymond, és kiállították itt még annó Páva Zsolt városvezetésének idejében. És hát nagyon jó lenne az, hogyha sikerülne ezt az emléket megtartani, hiszen csak most, amíg a sajtó várakoztunk. Itt önök is láthatták, hogy fiatalok, idősebbek sokasága, akik elmennek, megcsodálják. Nagyon sokszor látni, hogy turista csoportok, tényleg iskolás gyerekek itt körbeugrálják, felszállnak a villamosra. Tehát egy élményt is jelent, egy ipartörténeti élményt is a pécsieknek. A képviselő abban bízott, hogy sikerül a villamost a Baranyai megyeszékhelyen tartani. Közben kedvező fordulatot vett az ügy. A pécsi villamost üzemeltető szervezet közölte, megmenekült, azaz Pécsen maradhat az ikonikus jármű. Mint írták, a Ferencesek utcájából mindenképpen téli álomra kell menniük, de hosszú távú megoldás született. Így Pécsen marad és megújult formában várja majd a látogatókat. Az érdeklődők november 19-én és 20-án még a régi helyén láthatják. A jármű egyébként az egyesületnek köszönhetően 10 évvel ezelőtt került Pécsre. Most az önkormányzat segítségével maradhat a helyi látványosság, várhatóan a Balokányba szállítják át. Számos környezeti tényező hat a mezőgazdaságra, az aszály, a sok műtrágya és az erózió is befolyásolja a termőföldek minőségét. Ezért is fontosak a kutatások és az új talajművelési gyakorlatok, amelyek figyelembe veszik az ökoszisztéma változását. Hangzott el az Éljen a termőföld elnevezésű konferencián a Kaposvári Egyetemen. Mintegy 5 millió hektáron folytatnak hazánkban mezőgazdasági termelést, s több mint 2 millió hektáron erdőgazdálkodást. A mezőgazdasági termelésre az összes környezeti tényező hat, a víz, a levegő és a termőföld egyaránt, mondta a Mate Kaposvári kampuszán rendezett konferencián Juhász Anikó, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár. Mint hozzátette, Magyarországon tájanként más-más a talaj szerkezete és minősége, ezért is fontos, hogy a gazdálkodók ennek megfelelően használják a termőföldet. Ennek érdekében két évvel ezelőtt elindítottunk egy olyan fejlesztési programot, amely a talajaink állapotáról szeretne minél többet megtudni. Ennek a jogszabályi háttere elkészült, az informatikai háttere is elkészül jövő év végére. Így gyakorlatilag az összes hazai állami és magán talajlaborból egy egységes szerkezetben gyűjtjük helyhez kötötten a talaj paramétereket, és ez alapján évek során ki fog alakulni egy nagyon pontos talajminőség.
közösség térkép Magyarországról. A környezeti hatások, így az aszály is befolyásolja a termőföld minőségét, ahogy a sok műtrágya és az erózió is. Ezért is fontosak a kutatások és az új talajművelési gyakorlatok, hangzott el a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán, a francia intézettel közösen rendezett Éljen a termőföld elnevezésű konferencián. A MATE Magyarországon a legnagyobb felsőoktatási intézménye, amely agrár témával foglalkozik. Ennek az egyetemnek a keretein belül dolgozik a legtöbb agrár témával foglalkozó kutató, úgyhogy amikor egy olyan megkeresés érkezett hozzánk, hogy egy nemzetközi konferenciát befogadnánk ebben a témában, szerintem nem kellett ezen sokat gondolkodnunk, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy több mint 10 szervezet, intézmény jelenik meg ma, képviselteti magát előadókkal, szakmai tanácsadókkal a szervezésben, tehát ez egy olyan fontos összefogás volt, amiből nem maradhatunk ki, és nem büszkék vagyunk rá, hogy helyet adhatunk ennek. A konferencián elhangzott, nem csak a laboratóriumi vizsgálatok adják a kutatási eredményeket, hanem a gazdálkodókat és az ő termőterületeiket is bevonják a folyamatba. Itt messze menőkig alkalmazkodnunk kell a gazdálkodó tábláihoz, gépeihez, tudásához, erőforrásaihoz, és természetesen olyan kísérletekkel tudunk együtt dolgozni, ami nekik is érdekes. Tehát az ő általa termesztett növényekhez, talajművelési rendszerhez, talajadottságokhoz, egyáltalán a gazdaságnak a tulajdonságaihoz, körülményekhez alkalmazkodunk. Éppen ezért a kísérleteket is úgy tervezzük meg, hogy van egy általános koncepció, de mindenképpen a konkrét kísérleti beállításokat azt a gazdálkodóval együtt tervezzük meg, úgyhogy számára is érdekes legyen, és a saját gazdálkodására vonatkozóan is tudjon belőle tapasztalatokat gyűjteni. Folyamatosak a kutatások az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnél, amely a tájfajták termesztésbe illesztésével foglalkozik. Ilyen az ősgabona, vagy a tájfajta paradicsom palánta, amely felélesztésében már vannak eredmények, hangzott el a kaposvári konferencián. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Holtágak rehabilitációja. 50 milliárd forintból tennék rendbe a Duna leválasztott szakaszait. Átadó Kisszékelyben 53 millió forintot meghaladó beruházás készült el a településen. Itt az ideje lecserélni a nyári gumit. Elkezdhetjük felkészíteni az autókat télre. Adventi nyitott ablakok. Különleges karácsonyváró mozgalom indul el néhány napon belül Szekszárdon. Pénteken újabb ciklon-csapadéka éri el hazánkat délfelől. A reggeli órákban az északi országrész felett még itt-ott szakadozott lehet a felhőzet, de ott is gyorsan záródik a felhőtakaró. Általában borongós idő lesz jellemző a nap folyamán. Csapadék nem várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!